akadályhajtás, vadászhajtás, pónifogat és félmaratoni éjszakai verseny is szerepelt a programok között a zombai lovasnapon. Úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült rendezvény, még ugyan folyik a rendezvény, de én azt most már merem mondani, hogy egy jó sikerült verseny. Ezt onnan gondolom, hogy a fogathajtóknak körülbelül a fele még nem volt zombán, és nagyon elismerően szólt a szervezéstől, a helyszínről, az ellátásról, mindenről. Tehát ők nagyon örülnek, akkor már mi is örülünk, és reméljük, hogy akkor a nézők is fognak örülni. A kategóriákban nagy kettes fogat van, póni kettes és nagy egyes fogat, és az akadályhajtás C kategória zajlik éppen most. Ezután lesz egy vadászhajtás, ez a vadászhajtás ez egy könnyített akadályon megy. Nagyobb tempó, nagyobb iram lesz, nagy látványos versenyszám, és lesz egy külön versenyszámunk ma este 22 órakor. Az egy éjszakai lovasó keretén belül lesz egy félmaratonos verseny, egy másik hintóba, maratonhintóba, másik felszerelésbe, és egy teljesen másik versenyszám. A résztvevő hajtóknak arra is volt lehetőségük, hogy az összes versenyszámban rajthozáljanak. A mai nap folyamán 40 versenyző jelezte a részvételt, körülbelül 100 start volt, az azt jelenti, hogy a 40 ment kétszer, és a 20 fogat fog menni még vadászhajtásba, tehát 100 start lesz most napközben, és este pedig 19. Nagyon korrekt pályát épített Vörös Feri barátunk, nem túlságosan nehéz, tehát nem egy világbajnoki szintű, de nem is ott vagyunk. Látványos, kicsit a technikás is, lehet mondani rá egy technikás. Egy-két fogatot megtréfált az, hogy nagyobb a tér és lehet menni, és ez miatt én azt gondolom, hogy egy kicsit félváról vettek egy-két akadályt, és ez miatt becsúsztak a problémák, de sikerült 3-4 fogatnak lenullázni, ami azt jelenti, hogy meg lehet hajtani ezt hibátlanul. A versenyzők is elégedettek voltak a pálya nehézségével és minőségével. Nagyon szép rendezés, nagyon szép minőségi pálya, jó technikás pályát rakott össze a pályaépítő. Eddig nekem nem a legjobb, de elmegy ez is. A technikás pálya azonban néhol megtréfálta a versenyzőket. Pincehelyről érkeztem, Pincehelyi Lovasport Egyesületbe tag vagyok már jó pár éve. Jelenleg a bajnokságban második helyen állok. Hát a mai verseny nem úgy sikeredett, ahogy szerettem volna, de reméljük a legjobbakat, még vissza vannak egy páran. Hogyha ők is hibáznak, akkor talán nem végzek olyan rossz helyen. Nekem tetszett a pálya, jó hajtható volt nekem. Feküdt csak most nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de hát nem sikerülhet minden úgy, ahogy eltervezi az ember. Az igazán rangos versenysorozatra az ország számos településéről érkeztek hajtók. Régebben ez a verseny kétnapos volt, viszont nem csak itt ezen a versenyen, hanem általában Magyarországon a fogatok száma csökkent, ezért egy napba belefér ennek a megrendezése. Nem csak a zombaiakat, mint szervezőket mozgatja meg ez az esemény, hanem gyakorlatilag az országból mindenhonnan jönnek ide a résztvevők és mérik össze a tudásukat. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül látványos és sokak által kedvelt tolnamegyei rendezvényről van szó. És remélem azt, hogy este 10 órakor is a lámpafényes hajtásnál is rengetegen lesznek itt Zombáról, Tolnamegyéből, környékből, mindenhonnan. Az eseményre minden évben több százan kíváncsiak, nem volt ez az idén sem másképp.